eljön a farsangi szezon, akkor a borkedvelők biztosak lehetnek abban, hogy a Furmint február megnyitja kapuit. 2016-ban már 7. alkalommal rendezik meg ezt a jeles eseményt, amelynek idén is a Vajdahunyadvár adott otthont. Az eseménysorozat nyitó rendezvényére, a Nagykóstolóra február 4-én került sor. Alapvetően első évben 30 boros kiállítónk volt, a másodikban 42, idén pedig 94. Tehát azt gondolom, hogy ez a fajta fejlődés, ez egyértelműen azt mutatja, hogy növekszik a rendezvény. Egyébként nekünk nem célunk, hogy extra nagyok legyünk, azért is van rendezvény csütörtökön, hiszen ez egy szakmai rendezvény, és nekünk nagyon fontos az, hogy a szakma találkozzon itt, szomeliék, kereskedők, borászok, borújságírók jöjjenek el ide, és beszélgessenek. Egyre többen kóstolnak jó minőségű bort, egyre többen járnak bortanfolyamokra, egyre több jönnek el ilyen tematikus rendezvényekre. Ennek az eredménye az lesz, hogy az átlagfogyasztó is egy magasabb szinten tud kóstolni. De az biztos, hogy az alapborokat sokkal jobban ismeri már egy átlagfogyasztó, és sokkal könnyebben tudja megközelíteni azt, hogy mit szeretne valójában. A szakmai rendezvényen közel 100 prémium furmintot kóstolhattak meg a furmint szerelmesei. A szinte kizárólag magyar illetékességű furmint népszerűsítése minden pincészet számára küldetés. A borász mindig támogatja a következő generációt, hiszen telepíteni szőlőt nem magunknak telepítünk, hanem előre 30-50 évre. És jó látni, hogyha van, aki tovább viszi azt az értékrendet, amiben mi beleéljük magunkat, amiben mi a következő generációt ugye beleneveljük, és nagyon sok helyen a világban fogadnak gyakornokokat a nagyon jó nevű pincék. Ez Ausztráliában, akár Dél-Afrikában, Franciaországban bevett szokás, Kaliforniában rengeteg borász tanonc tanul. Ez valamilyen szinten elvárás is az új generációval szemben, hogy nyelvet tanuljon, kimerjen mozdulni a világba, a világképét egy kicsit nyissa az újabb dolgok, az újabb fajták, az újabb technológiák felé. Tehát, hogy ez nem volt akkor sem, meg most sem különleges. Mi is például már fogadunk külföldről is, vagy Magyarországról is borásztanoncokat. Itt lehet kapcsolatokat építeni, de egyébként meg egy presztízs dolog, hogy jelen vagyunk, főleg egy ilyen rendezvényen, ahova nem lehet jelentkezni, hanem csak meghívásos alapon lehet bejutni. Pest és Miskolc felől érkezve ez az első település, amit Tokaji borvidéken érint az utazó, és így a Montium az első borászat, amelyik belátogathat. A látogató 12-be vettük a birtokot, a 13-as évjárat, 2013-as évjárat az első, ami forgalomba került, palackozásra került és forgalomba került. Ezt kóstoltatjuk most is a 16-os furmint februáron, de már tartályba érlelődnek, tehát az erjedése már túl vannak a 15-ös borok, és nem sokára palackozásra kerülnek ők is. A kiállítók között közismert arcra bukkantunk. Barabás Kis Zoltán, a Madách Színház színművésze is nagy borbarát hírében áll, aki gyakran látogat el a Tokaj hegyaljai borvidékre. A Furmint február nyitónapján azonban hivatalos minőségében volt jelen. Kovács Peti barátom, aki az Obsidian bormanufaktúra, nagyon jó barátom, most éppen nem tartózkodik itthon, és megkért, hogy akkor vezényeljem le ezt a dolgot, ugyanis hát minden fesztiválon, meg ilyen kivonuláson én is ott vagyok vele, segédkezem neki, úgyhogy mindent tudok a dologról, kihoztam a borokat, tacepaót, mindent, és szerveztem ide kis hostesslányt, úgyhogy mindent elintéztem, úgyhogy áruljuk a bort, vagyis nem áruljuk, kóstoltatjuk. A borhoz annyi közöm van, hogy ugye 10 éve van ez a borászat, 10 éve járok le a Petivel, minden hónapban egyszer lemegyünk, kóstoljuk, ott a borász elmondja, mi a szitu, hogy van, ilyen borfesztiválokra járunk, tehát és mint egy színész, ugye mindent magamba szívok, és úgy teszek, mint hogyha nagyon értenék hozzá, de az idők folyamán 10 év alatt azért valahogy ez ki is alakult, tehát most már abszolút tudom a cukor, fok, sava a bornak, alkoholja a bornak, a dűlőszelek, tehát szóval rengeteg olyan hordóba van, nincs hordóba. Szóval egy csomó mindent tudok már egy borról, hogyha elkezdenek mondani valamit itt egy borról, vagy én rákérdezek valamire, hogy mennyi a maradék cukra, vagy valami, akkor tudom, hogy miről beszélek.